Szúrokhegy, Tamási Központjától mintegy három kilométerre helyezkedik el, többen is élnek ezen a külterületi település részen, de számos zártkerti ingatlan is itt helyezkedik el. Ezért volt módja az önkormányzatnak élni a zártkerti revitalizációs program pályázati forrásával, tudtuk meg a polgármestertől bel- és külterületen is uh, vannak még adósságaink a utak állapotával, minőségével uh, kapcsolatosan. Ezek azért uh, évtizedes vagy több évtizedes problémák, amiket próbálunk javítani, igyekszünk utolérni magunkat, mind belterületen, mind külterületen. Ezért ennek azt gondolom, hogy az elmúlt néhány évben már van látszatja a városban, és e, igyekszünk nem elhanyagolni a külterületet sem. Erre bizonyíték a külterületi hívóvízhálózatnak a, a kiépítése, amely jelenleg folyamatban van, és e, Próbáljuk az utakat is rendbehozni, karbantartani, ahol lehet, és ahol lehetőségünk vál szilárd burkolattal ellátni. Mint ahogy itt most Tamási egyik külterületi részén, szúrok hegyen is történt, itt egy 300 méter hosszúságban sikerült ö, ö, leaszfaltozni az utat. A csapadékvizelvezető árkot. Ö, felújítani, illetve patkarendezés is volt még ezen pályázat keretei belül, és a projekt részeként egy másik helyszínen, a, a Várhegyen található Présház múzeumokra is sikerült napelemeket elhelyeznünk. 18 millió forint visszanemtérítendő támogatási összeg állt rendelkezésünkre, teljes 100%-os intenzitással, és ez a az is fontos, hogy nem csak a, a itt élők tudják innentől kezdve jobban megközelíteni saját ingatlanukat, hanem rengeteg mezőgazdasági terület is van a környékén. A település polgármestere hangsúlyozta, fontosnak tartják azon források felkutatását és kihasználását, amelyek lehetőséget biztosítanak azon területek fejlesztésére, ahol bármiféle elmaradást tapasztalható. Az ivóvíz minőségjavító program is javában zajlik a külterületi részeken. Fontos volt, hogy itt a szomszédban, Öreghenyén és Adorján új telepen most már van, van vezetékes ivóvíz, de Öreghenyén még most kezdődik a, a közbeszerzési eljárás, a nyár végére itt is lesz vezetékes ivóvíz. A Szúreghegy másik fele, ott körülbelül 8-10 ingatlan, lakott ingatlan található, ami még megoldandó feladat. Szemcsepuszta az, ami még kimaradt külterületi ivóvizes projektből, forráshiány miatt. Itt egy volt régi TSZ hálózaton keresztül kapják a lakuk a vizet, de mind a két még visszalévő helyszínen is elindul a tervezési folyamat, és bízunk benne, hogy néhány éven belül ezt a két kisebb elmaradt részt is sikerül majd megoldani. Az utakat pedig igyekszünk folyamatosan nem csak karbantartani, hanem ahol lehet ott jelentős beruházást végezve a minőségén jelentős mértékben javítani. Például itt az alattunk lévő idebekötő útra is van egy nyertes vp pályázatunk, ennek a kivitelezése is megkezdődik meg ebben az évben. A belterületi utak tekintetében a Gárdonyi utca egy részének felújítására nyújtott be pályázatot Tamási Város önkormányzata. A képviselőtestület döntése alapján pedig a kommunális adóból az Arany János utca egy része újulhat meg.